Hajnali 5 van. Az ébresztő fájdalmasan hasít bele a sötétbe. Az utcák csöndesek, csak a kutyák csaholnak veszettül. Néhány ablakban már dereng a fény, másutt már az udvar is életre kelt. A mindennapos kemény munka elkezdődött. Az állatokat etetni kell. Köbölkuti Lóránt portáján is korán indul az élet. Állatorvos, aki tanított egyetemen, de feladva egykori életét, ma már gazdálkodással foglalkozik. Bánáti ludak, erdélyi bivajok és erdélyi szálas kecskék vannak a birtokán. Tanyája innen 1 kilométerre a patakvölgyben várja. Minden hajnalban odahajtják legelni a bivajokat. Míg ők a portán készítik elő az állatokat, addig a ház előtt, az iszapos sárban egy tehéncsorda ballag fel a hegyre. Senki nem rohan. Homorú dalmáson még az idő is másként telik. Homorú Dalmás az egykori udvarhelyszék második legnépesebb nagyközsége. A kis Homoród mentén fekszik. A magas domb és hegyvidék határvonalán fekvő faluhatár területe több mint 11 ezer hektár. A Dél-Hargita magas platóvidékétől az Erdélyi-medence peremi üledéksorainak jellegzetes dombvidékéig terjed. A falu 7 kis községből, Almás, Bencőfalva, Cikefalva, Kakod, Varjas, Ipacs és Benes falvakból alakult ki, valószínűleg már a 13. század elején. A faluról az első írásos emlékek az 1333-1334. Évi pápai tizedjegyzékben maradtak fenn, ekkor még Almásként említik. Homorú Dalmás néven először egy kiváltságlevélben írnak, 1609-ben. Neve alapján egykor vadalmában gazdag terület lehetett. A Homoród előnév térszínformára utal. A homorú, régiesen homoró jelentése, dombvonulattal szegélyezett folyómeder. Itt született 1654-ben Almási Gergely Mihály, unitárius egyházi író, unitárius püspök, 1888-ban Zoltán Sándor, unitárius lelkész, egyházi író, 1915-ben Péterfi Emília, író és tanító, valamint 1930-ban Szabó Gyula, regényíró. Ősz van, nagy napra ébredtünk, a falu leglátványosabb ünnepére.
Ma van a csőszök felvonulása. Bár ebből a hajnali munka közben még semmi nem érződik. Ez a nap is úgy indult, mint a többi. Itt vagyunk Homorú-Dalmás szélébe. A tanyánk innen 1 kilométerre van, egy patakvölgybe. Oda hajtjuk ki az állatokat minden reggel. Ott szeretnénk velünk éjszakázni, de a medvesűrűség meg a medveveszély miatt ezt minden este behajtjuk őket, nem merjük ott tartani. A nagybikák idős, sokat látott állatok, megvédenék a kisebbeket, de semmit nem bíznak a véletlenre. Most per pillanat is közel hozzánk a tanyához, ha majd kimegyünk, láthatjuk, hogy olyan medvék vannak, hogy kutyától sem fél, tőlünk sem fél. Most néhány napja petárda haigálásra tudtuk elriasztani őket. Konkrétan a kollégám be kellett meneküljön a házikóba, mert az anyamedve rászaladt. A bivajcsorda ma reggel is útra kell. Lassú léptekkel haladnak a már jól ismert úton. Gazda sem kéne, hogy vezesse őket, mégis ez a rendje itt a dolgoknak. Valaha állattenyésztéssel foglalkozott Almás nagy része, ma már eltűnőben vannak a kisebb gazdaságok is. Köböl Kuti a megmaradt 10-15 nagy gazda egyike. Szarvasmarha tenyésztéssel kevesen foglalkoznak, a juhállomány drasztikusan csökken, kecskéje szinte már csak neki van. Köböl Kutiék valamivel több mint 10 éve költöztek ide. Tömbházban nőtt fel ő is Marosvásárhelyen. A falusi életet, a nyugalmat, a természetet választotta. Azt mondjuk mi, hogy Homorú-Dalmás a világ közepe, na most ez az én életemben is így van, hogy Homorú-Dalmás a világ közepe. Most itt itthon vagyok, gyerekeim itt születtek, itt vannak, és leginkább az állattartás is miattuk van. Most gyakorlatilag szinte úgy működünk, mint in vivo game bank, tehát innen tőlünk lehet vinni bánáti ludat, lehet vinni erdélyi pulykát, lehet vinni báznai disznót, és ezt mind ismétlem önmagam, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez mind a Gödöllői Használat Génmegőrző Kutatóközpont támogatásával, segítségével történik. Ahogy a nap egyre fentebb kúszik a horizonton, úgy ébredezik a falu másik fele is. Ide várják az ismerősöket a szomszéd településekről is. Az almási falu turizmusnak hagyományai vannak. Nevezetességekként az akkor még meglévő eredeti székely népviselettel, a kezdetleges mészégető katlanokkal, a régi és az újabb időkből származó templomromokkal és a gyönyörű kilátással bíró kirándulóhelyekkel csalogatták a főleg anyaországi turistákat. Az utcán népviseletbe öltözött lovasok poroszkálnak, mind egy irányba megy, gyülekező van. De gyülekeznek a falu másik végében is. A helyi fúvózenekar tagjai az iskola előtt várakoznak, szépen öltözött, életkorban vegyes társaság. A Homorú-Dalmási fúvózenekar első zenekara tudomásunk szerint az 1910-es években alakult. Ezt bizonyítja egy fénykép, amely körülbelül 10-11-kel készülhetett, amely már működött. Ez a zenekar a 40-es évekig folyamatosan működött, aztán hangszergondok miatt megszűnt. A jelenlegi zenekar 1984-ben alakult újra, átlagosan 20 taggal, bár ez folyamatosan változik.
Repertoárjukban főleg történelmi indulók és egyházi dalok szerepelnek. Ez utóbbi azért, mert sokszor kell temetésen is játszaniuk. Hívják őket az anyaországba, a szomszédos falvakba és a helyi ünnepségekre is. A csőszök felvonulásán zeneszóval csalogatják a falu lakóit. Nem csoda, ha néha megbicsaklik a dallam. Legtöbbjük maga tanulta, hogyan szelídítse meg hangszerét. Ez pedig az egyiknek így, a másiknak úgy sikerült. Sajnos népzenekarunk nem működik a faluban, és próbálja a miénk amennyiben lehet helyettesíteni, mivel nem csak klasszikus számokat, nem csak keringőket, hanem természetesen népdalfeldolgozásokkal is foglalkozunk. És az egyik öröm számunkra, hogy állandóan fiatalodik a zenekar, jelenleg is egész fiatal tagjaink is vannak, úgyhogy örvendünk ebből a szempontból, hogy nem úgy néz ki, hogy kiöregedne, és egyelőre valami szakadás állna be a működésébe. A falu másik végében ünneplőbe öltözött fiatalok számolják a perceket. A kocsik bakján ül néhány, mások lovat nyergeltek. Mindannyian 18 évesek. Az ifjú csőszök a fúvósokra várnak, hogy együtt járják be az évtizedek óta szokásos útvonalat. A csőszök felvonulása az egyik legrégebbi hagyomány a településen. Már hallik a távolból a zene, mocorognak a lovak is, lassan zeneszóra veszik birtokba homorúdalmás utcáit. A dallamok itt is a falu utcáira csalják az embereket. A férfiakat pálinkával kínálják, az asszonyok a mosolyukat adják. Szeptember elején régi szokás szerint fogadják a kedves csőszöket, segítségül hívtuk a legszebb lányokat, jöjjön mindenki a születibál! Homorúdalmás nem nagy falu, gyorsan elérni a település központját. A templom harangja misére hív. Almáson szinte mindenki unitárius. A falunak korábban két temploma is volt. A második templomot 1694-ben kezdték építeni, de nem ért meg egy évszázadot sem. A mai templom építésének szüksége nem csak abban mutatkozott meg, hogy az előző omladozott, hanem abban is, hogy a hívek száma gyarapodott, és a templom bizony szűknek bizonyult. A most álló templom építésére 1782-ben kértek engedélyt, az építés 3 évvel később, 1785-ben kezdődhetett el. A munkálatokat 1786-ra fejezték be.
Az 52 méteres torony az unitárius tornyok között a legmagasabb. Az 1770-ben öntött kisebb, és az 1909-ben öntött 880 kg súlyú, nagyobb harang az első világégés során veszett oda. A mostani 700 kg-os harangot 1926-ban az Almásról Amerikába elszármazott unitáriusok támogatásával sikerült öntetni. Istenünk, szerető édes jó atyánk! Az örömnek és a hálaadásnak a napján hozzád fordulunk imádságban. Téged kérünk, Szent Istenünk, hallgass meg minket, hallgass meg fohászainkat, hallgass meg könyörgésünket itt ebben a templomban is, ahol itthon vagyunk, ahol úgy érezzük, hogy talán közelebb vagyunk te hozzád. Homolo Dalmás az egyik legnagyobb unitárius vidéki gyülekezetünk. Az itt élők, a Homolo Dalmáson élők 80%-a unitárius. Homolo Dalmáson élnek a római katolikusok is, nekik is templomuk van itt a faluban. Mindkettő élő közösség, mindkét közösség aktívan megéli a hitét. Az unitárius egyházat első püspökük Dávid Ferenc alapította. 1520 körül született Kolozsváron, és 1579 novemberében mártír halált halt Déva várában. A Magyar Országgyűlés 1568. január 13-án Tordán fogadta el a vallásszabadság törvényét. Ezt a napot számítják az unitárius egyház születése napjának. Az unitárius latin eredetű szó, Isten egységét valló, egyisten hívő. A 16. században, a reformáció idejében a luteránus, majd kálvinista vallási irányzatok után alakul ki, és szerveződik egyházzá valóban itt Erdélyben. Ezért mondhatjuk azt, hogy az unitárius egyház magyar alapítású történelmi egyház. A templomi áhítat felett ismét a zene és a mulatság lesz úrrá. Már meg sem lepődünk, hogy a művelődési ház udvarán is a helyi fúvósok fogadják az ünnepelni érkezőket. A mai nap minden a fiatalokról szól, az ifjú csőszökről. Az asztalokon finom falatok és erős pálinka. Csak egy futuckóval kínálják az embereket. A futuckó egy különleges formájú ivópohár, van belőle feles, decis és fél literes is. A bátrabbak a nagyobbakat választják, a józan életűek a kisebbeket. Nem csoda hát, ha néhány futuckó után már összeakad az ember nyelve. Az almási ifjúság, amikor eléri a 18 éves kort, akkor fogja úgymond rendezni a születi bált, ami a csőszöknek, tehát akkor lesz csősz, amikor 18 éves kort eléri az ifjú, akkor lesz csősz, és akkor ő fogja őrözni abban az évben,
a szőlőt, úgymond. Igazából a csőszök az mindig az a korosztály, amelyik a középiskolát elvégezte. Tehát valahol a 18 éves korosztály, ez minden évben ez a szüreti bálnak mondják, csőszök ugye felvonulnak, ez egy fénypontja a község napoknak. Ez nagyon régre nyúlik vissza, volt egy időszak a kommunizmus időben, amikor ez megszakadt, akkor a rendszer nem engedte, de hála jó Istennek 90 után újraindult ez a szokás. Minden ősszel, mivel hogy a szüret kezdődik, a szőlő érik, a csőszöknek megvan a teendője, kell őrözni a szőlőt. Tehát akkor innen az következik, hogy nagy csapattal őrzik a szőlőt, vagy el, hogy ha nincsen szőlő, akkor legalább beszerzik. Szép hagyomány ez, bár homorodalmáson ezügyben van egy kis szépséghiba. Igazából nem vagyunk egy szőlőtermesztő, nem tudom egész pontosan, vannak szőlősek, de ilyen vadon, tehát direkt termű szőlőink vannak, de hát nem vagyunk ebbe a szőlőtermésbe élenjárók. De valahogy ez a szokás bejött és nagyon, nagyon hagyományossá vált és elulalkodott, és örvendetes, hogy ezt a fiatalok is nagy szeretettel csinálják. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos nekik, mert nagyon ragaszkodnak, és mi is, mint önkormányzat, ezt maximálisan támogassuk, ezt a rendezvényt. A 2011-es névszámláláskor Almáson 1200 lakos számoltak. Az emberek majd mindegyike magyar. Magyar a nyelvében, a szívében és a kultúrájában. Sorbán Enikőre nem lehet nem odafigyelni. Ízük van a dallamoknak, képzett a hangja, zenét tanít, kántorizál és énekel. Homorod Almás ugye Homorod mentéhez, vagy udvarhelyszékhez tartozik, és sokszor volt ilyen, hogy ugye Homorod mente nem egy felkutatott terület, mint mondjuk Kalotaszeg vagy Mezőség, de el kell mondjam, hogy igenis nagyon értékes dallamkincsben, vagyis népdalokban. Nagyon gazdag, és másik érdekesség az, hogy vidékenként változik a Homorod menti népdalok, akkor külön ugye nem beszélve a Csíki medence, a Sóvidék, Marosvásárhely vidékén. Tehát ez nagyon-nagyon színes és gazdag valóban. Különösen így, hogy a Homorod Almási tánc nincs, de nyilván maradtak fel egy-két olyan motívum vagy figura, ami igenis az almási táncra vonatkozik. Innen Vargyasról nem messze van egy település, ahol fennmaradt és azt táncolták Homorod Almáson is. Hát nyilván most szüreti bálon vagy ilyen alkalmakkor inkább udvarhelyszéki táncokat táncolnak a gyerekek, de nyilván, hogyha van tánccsoport, vagy most van, gyerekekkel én is foglalkozom, a felnőttekkel is foglalkoznak, és próbáljuk a más tájegységek dalait, vagy táncait is megtanítani a gyerekeknek, de úgy gondolom, hogy elsősorban a legfontosabb, hogy saját népzenénket, saját népdalainkat elsajátítsuk, és utána átmenjünk a más tájegységekre. Sajnos már mulatságokban nem annyira, de örvendetes dolog, hogy az iskola, meg ilyen néptánc táborok a kicsiknek, úgyhogy van élet. Gazdag a népi hazánai élet, igen.
gondolom, hogy mindenféle témában vannak dalaink, de úgy gondolom, hogy a legtöbb az szerelem vagy katona. Ugye sajnos a katona dalok ma valamilyen szinten kicsit veszendőben vannak, mert ugye most a mai fiatalokat nem viszik a katonának, de attól eltekintve vannak olyan ünnepi alkalmaink, akár a március 15, ahol ezeket is meg tudjuk tanítani. Tartson Isten! Az idő elhúzódott a nap lemenőben, a környék is lassan elcsöndesedik. Hiába a mulatság, a jószágokat ma este is el kell látni. Mi is hazafelé ballagunk, az aszfalton velünk jönnek a tehenek, és a hajnalban kihajtott bivajok is. Nem kell noszogatni az állatokat, ismerik a járást. Hol itt, hol ott térbe egy-egy a nyitva hagyott kapukon. Kószán még bőgnek egyet, de duzzadt tőgyük jelzi, titkon már biztosan a fejést várják. Csöndes ütőérként billeg a falunk keresztül a kis homorót patak, hogy kavicsas partja, lombos fákkal felölelt vonala, élettel teli üdeségével intse csöndre az embert. A part mögötte a poros út, azok mögött a régi házak, és a kapun kilépő, vizet hordó asszony repít vissza, az itt élőknek jelent és mindennapokat jelentő, másnak múltat idéző időségba. A patak mellett kialakított zöldellő park végében áll egy apró, picit kopott faviskó is. A kisház zárt ajtaja mellett írás ad útbaigazítást. Át kell menni a túloldalra, hogy a járda vonalát patak fölött kecsesen folytató híddal szemben kopogjunk, ahol majd kaput nyit nekünk az öreg Deák Mózes, aki 6 éve őrzi a kulcsot, hogy illetéktelenek ne léphessenek be az öreg, kisfaház ütött kopott ajtaján. Oda bent a kút, annak mélyén a híres homoródalmási sósvíz. Az ajtó korábban mindenki előtt nyitva állt, de kutyák jöttek és idegenek, sokszor fiatal suhancok, akik bemocskolták a falu büszkeségét. Megelégelték az almásiak, az ajtót bezárták, Mózes pedig mindig jön, ha hívják. Az idegeneknek pénzért van a víz,
a helybélieknek ingyen. A sörsvizet az használja disznyéléskor hústárolásra, szalonnát, akkor ha káposztát akarnak eltenni, ősszel télire 9 liter ivóvízhöz kell, ebből 1 liter. Az asszonyok, a házi asszonyok még használják most is ételfőzésre, a juhászok telemia készítésre, ezekre mindenféle zöldséget eltesznek el itt. Az első kutat 1801-ben ásták. Mélyre kellett jutniuk, hogy elérjék az értékes vizet. Gyorsan felkerült az alig pár négyzetméter alapterületű faház is a kút fölé, de az 1850-ben leégett, újat kellett építeni. Állítólag egy végeláthatatlan sódom van a település alatt. Úgy mondják, a Parajdi sóbányával is összeköttetésben áll. Valamikor szüleimtől tudva régebben úgy volt, hogy ki volt írva, hogy ki mennyit vihet egy évben. Aztán valami mostan program van csinálva, kát csütörtök szombat a helybélieknek, idegeneknek is úgy mondod, de ha már jön valaki idegenből, leába mondom, hogy jöjjön hónap, majd 100 kilométert megcsinált, mert nem esnék ő. Hordja, itt a fürdőben, és ebből viszik fürödni a sós vizet, a kádokba. 500 litert egyik bidonban és a másikban is. Valamikor gyermekkoromban annyi volt, hogy így kézzel, vederrel tudtunk már itteni. Az volt, hogy a víz alja és lesiac, kevesebb a víz, kevesebb a forrása is. Aztán hogy mi okozza, az nem tud. Azt mondják, Homorodalmás jövője a turizmusban rejlik. A sóskút mellett épp ezért építettek egy sósfürdőt is, mellé pedig egy vendégházat, hogy több napra is megszállhassanak a vendégek. Az almásiak turista vonzó környéken élnek, egyre többen érkeznek is, nem csak Magyarországról, az ország határon belülről is. Béke a bemenőknek, olvasható a Szamárhegy lábánál fekvő temető bejáratánál álló székelykapu külső oldalán. A temető csöndes nyugalmával emelkedik felfelé. A sírkövek mesélnek, hol erről, hol arról. Aki tudja, merre kell keresni, az a fűben megbújva különleges formákat is talál. Idegenvezetőnk Józsa Albert a falu megbecsült egykori tanára. Mindent tud a település múltjáról. Betlen Gábor 1628-ban adományozta Homorodalmást és Homorod Karácsonyfalát Deák Kovács Péternek. Állítólag ez Kovács Péternek az unokája, mert 1779-et írnak ezen a kövön annó. Hát ez nem a legidősebb kő, mert fog mutatni, mert olyan kövek is vannak, hogy a török korból valók is, mert turbánok vannak, minden meg fogjuk mutatni. Kovács Péter a fejedelmi udvar kancelláriájának esküdt írodeákja volt.
A fejedelem, miután értesült Péter tudomány szeretetéről, az emberek előtti kedvességéről, a latin nyelvben és szépírásban való jártasságáról, ahogyan a krónikák írják, kivette őt a paraszt és szolgai rendből, majd az Erdélyben és a magyarországi részekben levő valódi, igaz és kétségtelen nemesek közé emelte fel, és iktatta be. Az egybefaragott sírkövek másról is mesélnek. Férj és feleség nyugszik alattuk. Ha a kopjafa végén gömb van és alá tulipán mintát faragtak, akkor férfi fekszik a sírban. Ha nincs ott a gömb, csak a tulipán, akkor nő. Másutt az 1600-as évek végéről, de az is lehet, hogy az 1700-as évek elejéről ritkán látható, koporsó alakú lapos kövek bújnak elő. 42 ilyen tumba található itt. Józsa Albert középiskolás korában az egyikről drótkefével levakarta a mohát, lefényképezte a sírkövet, és a gimnáziumban dolgozatot írt róla. A munkáért 10-est kapott magyarból. Bár az írás mást mutat, mégis a török időket idézi néhány elfeledett sírkő is. 1814-ben volt, de mondjuk, hogy a törökök rég elmentek volt, de a turbán fenn van, a török turbán, igaz-e a kövön. De olyanokat is végeztek, hogy a régi kövekre újraírták a szöveget, kijavították. Mert mondjuk, hogy az akkor a törökök már régen mentek út innen 1814-ből. A turbánok fölött jutunk el a temető legrégebbi részéhez. Itt a kopjafák nagy részét, hogy tovább tartson, kőből készítették. Rengeteg cserkő, azaz gránit található itt, nem véletlenül. Ha lecsiszolják, olyan, mintha márvány volna. Ebben a temető részben azért van ez az új rész, hogy tehát a monarchia idején Humorod Almáson egy század katona volt, német katona vigyázott a székelyekre, és innen jártak ki, ha valami probléma van, rendet teremteni. És ha meghaltak egy páron, akkor ide temették el. Persze fejfa nélkül, és közben, hogy a szűkült a hely, kellett a temetőnek, tehát kellett újra sírokat ásanak, tehát amikor ássák a sírgödröket, a földben mindig katona csontvázakot kapnak, tehát fiatal katonák, fogai nem hiányoznak, és kaptak több ilyen gombot, ilyen katonai ruháról, érmeket, minden benne a sírba. Ezek a katonák, mikor meghaltak, akkor méztejjel leöntötték, úgyhogy fertőtlenítették. És ide kezdtek újra temetkezni, azért vannak ezek az új sírkövek. A madéfalvi vérengzés vagy madéfalvi veszedelem meghatározó pillanat volt a település történelmében. A székelygyilkosság 1764-ben Mária Terézia uralkodása idején történt. A bécsi udvar 1763-ban megbízta Adolf Bukov tábornokot, hogy szervezzen Erdélyben 3 székely és 2 román határezredet. A székelyek azonban meg akarták őrizni évszázados katonáskodási hagyományukat, kiváltságaikat, és ellenálltak a székelyezredek erőszakos felállításának. A székelyek azért nem egyeztek belé, hogy újra szervezzék a határőrséget, hogy ők csak felettesei magyarok lehetnek, tehát nem fogadnak szót német katonatiszteknek. Nem engedték meg, hogy megmérjék, azt mondták, nem állatok, hogy megmérjék, hogy hány centis, hány kilósok. Tehát ezt tagadták meg, és megtagadták evel, hogy nem lesznek katonák. Persze Bukov tábornok volt itt egy pár
német tisztelt előjáróval, és azt mondta az iskolamester, hát a mostani igazgatónak hívták az iskolamestert, hogy ha nem mennek el innen Almáson gyorsan, akkor a hátukból bocskorsíjat hasítanak. A sikertelenül járt Bukov tábornokot Mária Terézia leváltotta. A helyi belépő báró Siskovics József parancsot adott katonáinak Mádé falva megtámadására, ahol a székelyek vezetői találkoztak. Egy havas téli éjszakán, 1764. január 7-én vad ágyútűzzel indított támadásban mintegy 200 embert, köztük ártatlan gyermekeket és asszonyokat mészároltak le. Időközben a temető is elengedi a látogatót. Csöndesen lépi át az ember a faragott kaput, mely, ahogyan üdvözölt, kifelé úgy köszön el. Áldás a kimenőknek. Homoródi gazdasági életben a földművelés és az állattenyésztés mellett fontos szerepet játszott a mészégetés. Udvarhelyszék leghíresebb mészégetői voltak az almásiak. Egykor 10 mészégető kemence, úgynevezett katlan volt a faluban. Homoród Almáson mindenféle anyag megtalálható, ami az építkezéshez szükséges. Kezdjük a fundamentummal, tehát a kőfal. Mindenféle kő, de általában mi cserekőnek nevezik Almáson, itt a Homoród mentén, a gránitot. Megtalálottuk, kihasították, négy szegűre szépen, és abból építették a kőfalat. A homokot a Homoródból hányták ki, és szekéren vitték az építkezéshez. Mésszel Almás látta el a környéket. A köveket, amikor rakták össze, meleg meszet használtak, tehát amikor oltották a meszet, úgy tették a kövek közé, és olyan erős volt majdnem, mint a cement, nem ismerték a cementet. Templomokat is minden úgy oltott mészsel rakták fel. Székelyházak miért kék színűek? Azért, hogy a fehér szín, csak belül használták a fehért, kívül pedig a kék agyagat felolták a mészlébe, és avval meszelték le, és azért lett kék. Alul, amelyik sötétebb volt, hogy felpriccolt az eső, oda pedig hamot tettek belé a sötétebb kék agyagba. Almáson még a barlangnál található a barna szín, amelyik itt van ezen a házon, azt olyan zsíros anyag, olyan főd, és azt hazozták, és azt is felolták a vízbe, és nem vitte le az esőt, tehát megmaradt a színe. Almás erdőkben gazdag vidéken fekszik, így nem véletlen, hogy mindig is jelentős volt itt a fakitermelés. A település fölötti hegyről körbenézve csodálatos látvány tárul az ember elé. Itt található a falu egyik büszkesége, mely most csöndes, a sípája. Józsa Albert leleményességének és a helyiek szorgalmának köszönhetően a semmiből, furfanggal és sok munkával építették ki, azóta is a gyerekek téli kedvence. Közben az idő is eltelik, újabb nap ér véget. Munka azonban még akad. Az emberek, ha csak lehet, igyekeznek önellátó módon magukat fenntartani. Sándor Tibor is állatokat nevel, ahogyan ő mondja, bivalikot. Azokat vágja és adja el. Ma este egy bárány kerül a kezei közé. Sajnál, nem szabad sajnálni, mert ha sajnálod, akkor nem hallom. Bors.
A vér fel szoktuk használni, nagyon-nagyon finom a bárányvér. Hagymával megpirítod a hagymát és összekavarod. Paprika, bors, finomabb a mája. Ez a bárány a magyarországi vendégek tiszteletére halt meg. Este, hogy Isten megsegít, elfogyasszuk. Mitchell vegyítve. Hát, vágjuk ki a szarvát, hogy tudjuk. Megnyúlni. A lábat vágjuk lesz. Igen. Hát azért, hogy nem eszi meg a... Tukán, baromi jó. Csizmát nem eszi meg az ember. Lába. A bőrt be kell dobjuk a szemétbe, mert senki nem veszi meg, nem dolgozzák fel. Nagy tinóból ezt tennap elhagytuk el a kutyákat tenni. A kutyáknak se a szemétbe dobjuk. Sem gyakorlat, semmit abszolút nem értékesít. Rengeteg állatot le húsvétbe és bárányokat minden a szemét, és dobják el a mezére az emberek a bárbőr. El se ég, az nem lehet elég. Nem kell viszont. Nem. Meg kell nyúzni. Ezt meg kell szokni, nem úgy van. Aki nem tudja megnyúzni, akkor a bőr kivágja, kiszakítsa. Hát valamikor ezeket a bőröket otthon kér, édesapám is kérlelte, és az ágynál, amikor leszálltál az ágyból, akkor ilyen bőrre léptél, egy nagyon és kérlelték. Hát most is van, hogy van rejtel, viszont lehet kérni, de... Szíve! Vesély! Máj, hogy... A mája, de a vesélyt azért általában, hogy nem eszünk, mert kutyáknak főzünk meg nálunk. A tőke a legfontosabb, a legfontosabb. Az éjszaka most is későre nyúlik. A munkának vége, de a vége láthatatlan beszélgetés csak most kezdődik. Pedig van még egy nagy kaland, ami az emberre vár, ha Homoródalmáson jár. A Vargyasi szoros ölelésében található Homoródalmási barlang. A csőszök felvonulása és a falunap minden esztendőben az Almási barlang és Vargyas szoros csodálatos látnivalóit népszerűsítő barlangfesztivállal ér véget. A fiatalok a falutól jó néhány kilométerre a természet ölelésében gyűlnek össze. Innen indul az Orbán Balázs barlanghoz vezető túraútvonal, mely évente ezreket csábít az erdő mélyére. A 4 kilométer hosszúságú Vargyas szorost az itt található mészkőtömbön áttörve a Hargita hegységből eredő Vargyas patak alakította ki. Az évezredek folyamán 5 jól elhatárolható szinten több mint 100 kisebb-nagyobb barlang alakult ki a szorosban. Az 5. szint jelenleg is alakulóban lévő aktív barlang. Míg a barlangokig eljut a látogató, hosszú, de látványban gazdag utat kell megtennie. Meredek oldalon kapaszkodók segítik a feljutást. A vékonyka sziklasávban óvatosan kell lépnie a túrázónak, hiszen a szemből érkezőket is el kell engedni. A türelem itt nagy segítség.
fáradozást a látványkár pótolja. A sebes folyású, sziklákkal szabdalt patak végigköveti az erdei ösvényt, hol mellette kúszva, hol keresztezve azt. A vékony ösvényt gazdag növényvilág kíséri. Érdemes néha megállni és gyönyörködni a természet szépségében. Ahol pedig a patak keresztezi a járást, ott hidakon visz tovább az út. Izgalmas kaland valamennyi átjáró, hol közelebb a földhöz, másutt magasabban a víz fölött. A magas sziklákkal szegélyezett patakvölgy szigorúan fogja közre a betérőt. Erőt sugároz, de nagyságával véd is. Az almási barlang a szurdokban a legnagyobb és legismertebb. Az itt talált emberi és állatmaradványok, a különböző eszközök és régészeti leletek szerint már a paleotikumban lakott hely volt. A helyet elsőként 1637-ben egy peres okirat említi, melyben a homorodalmásiaknak ítélik a barlangot, azzal a kikötéssel, hogy vész vagy háború esetén a vargyasiak is használhassák. Későbbiekben több leírás is említi a vargyas szoros nevezetes barlangját. Részletes, tudományos feltérképezésére azonban csak 1836-ban került sor. Több helyütt is írnak a vargyas szorosról és az almási barlangról. Talán legismertebb Orbán Balázs műve, aki a Székelyföld leírása című könyvében ismerteti magát a szorost és a barlangot, közzétéve Fekete István térképét is. Jókai Mór így ír a szorosról és a barlangról. Homorodalmás bércei közé, hogy másnap korán megkezdhessük utunkat a híres barlangba, melyben egykoran az egész csíki székelység elbírt rejtőzni, s ott védte magát hetekig a körülszáguldó tatárok csordája ellen, míg végre mind a megszállók, mind a megszállottak úgy kifogytak élelmiszerekből, hogy az éhhalálhoz voltak közel. Ekkor egy székelyasszonynak az az ötlete jött, hogy megsütött egy óriási pogácsát, mely belül hamuval volt pótolva, s azt egy póznán felmutatta a megszálló tatároknak, dacosan kérkedve, hogy nekik még milyen jó dolguk van, mire a tatárok elbúsulták magukat és eltakarodtak. De nem csak a szurdok, a közeli hegyek is kínálnak számos csodát. Kőmezejében a tatársánc, a kőlik és a tatárkápolna, az Orbán Balázs barlanggal szemben a karcsú csalatornya, a faluból a vargyas völgybe vezető út mentén a vermek vagy a várhegy romjai. Ismét eltelt egy nap, a faluba fáradtan és élménygazdagon térhet vissza a látogató. Eszébe jut az itt töltött idő, és rájön. Hiába a 400 kilométernyi távolság.
Homorod almása csak hazaérkezni tud az ember. Magyar szavakkal és magyar érzésekkel fogadják, bárhonnan is érkezett. Csodás környezetben, egy Natura 2000-es terület Vargyasszoros határában, tehát mesés helyen gyakorlatilag, tehát ennél szebbet nem tudok elképzelni. Szelidebb táj, mint a Csíki medence, barátságosabb környezet, jobb, de ugyanakkor itt vagyunk az anya természet ölébe, ennél szebbet nem tudok elképzelni se. Erdélyben az unitárius, de nem csak az unitárius híveknek a mindennapi élete szorosan összefonódik a magyarság tudatukkal. Én nem igazán tudom elválasztani a kettőt, nem csak azért, mert a magyar nyelv az egyházunknak a hivatalos nyelve, hanem a kettő egymástól függetlenül és egymás nélkül nem tud élni, nem tud meglenni. Annak örülök minden nap, hogy a gyerekeim itt nőhetnek fel ennek. Ez egy olyan döntés volt, mikor eljöttünk Kolozsváról, hogy egy életre szóló, ezt visszafordítani nem lehet, de eddig még meg nem bántam, hál' Istennek. Itt Romániában tulajdonképpen egy nagy ortodox tengerben élünk, sokszor elszigetelten, és lehet, hogy ez az egyik oka annak, hogy történelmileg így alakult a helyzetünk. De magyarság, unitárius egyház, a kettő számomra és nagyon sokunk számára egyet jelent. Ameddig az iskola működik, ameddig a templomba harangoznak, addig feladni nem szabad. Így fekszünk minden este, így kelünk, hogy van miért felkelni, van miért dolgozni. Itt élni jó. Nyelvében és kultúrájában él a nemzet, és tényleg próbálunk minél több olyan alkalmat találni erre, hogy ezeket a hagyományokat megőriztessük, vagy átadjuk, hogy a következő nemzedék is érezze ennek a súlyát és hatását, és ebből táplálkozva induljon és éljen a mindennapokban. A magyarság tudat az él bennünk, és ahogy ma is elhangzott itt, az népdalokba, az táncba. Tehát ezeket a hagyományokat, ha nem ápoljuk, tehát látszuk azt, hogy fiatalok, tehát örvendetes dolog, hogy fiatalok táncolnak. És én abban látom a jövőt és a megmaradásunkat, hogy ezeket a szokásokat átadjuk a fiataloknak, átadjuk gyerekeinknek, és így visszük tovább a jövőnket, így tudjuk biztosítani a magyarságunkat. Másképp elvesztünk itt Erdélyben. Mi magyarok vagyunk, itt születtünk, nagyszüleink magyarok, édesanyám magyar, magyar anyanyelven, magyar tejet szoptam magamba. Tehát ez olyan dolog, hogy azután, hogy Kolozsváron rengeteg negatív megkülönböztetés ért, és ott éreztem azt, hogy magyarnak lenni nehéz és kihívás, itt magyarnak lenni könnyű és jó.